2001 márciusában szakította át a Beregi térség gátját a Tisza. Az árvíz olyan mértékű volt, hogy egyes helyeken a 10 métert is meghaladta a vízszint. A családok kimenekítésében akkor a Magyar Vöröskereszt önkéntesei is jelentős szerepet vállaltak. Annak érdekében, hogy az ehhez hasonló természeti katasztrófákat felkészültebben kezeljék, 4 éve létrejött egy együttműködés. A Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Szatmár-Németi, valamint Beregszászi szervezetével, illetve a Kárpátaljai Református Egyház bevonásával létrejött partnerség a katasztrófa védelem javítását célozta meg civilek bevonásával. Minél felkészültebbek azok, akik a környezetben élnek, akár folyók partján vagy más helyzetben, sokkal kisebb károkkal szembesülnek utána a helyreállítás során akár az állami intézmények, akár a civil szervezetek. És én azt gondolom, hogy ebben az értelemben ez a projekt, amellett, hogy határmenti együttműködésről beszélünk, és ahogy mondtam, általában az árvizek nem állnak meg a határnál, és kezdődnek újra a másiknál. Ezért nagyon fontos az, hogy ez a felkészültség, meg a felkészülés, az valamilyen formában, de közösen együtt történjen meg, ami jelenti azt is, hogy bizonyos helyzetekre hasonló válaszokat fognak adni a határ egyik oldalán, határ másik oldalán. Az együttműködésben résztvevők képzéseket szerveztek és olyan eszközöket igényeltek, amelyek a mentő akciók hatékonyságát növelik. A Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének munkáját is nagyban megkönnyítik a projekt által megvalósított fejlesztések. Nekünk elsősorban az volt a személyes célunk, hogyha ezt mondhatom így, vagy a szervezet saját célja, hogy ennek az infrastruktúráját minél jobban tudjuk fejleszteni. Akár azzal is, hogy a befogadó helyen például fűthető sátrak, a sátor fűtésére alkalmas légbefúvóval, áramfejlesztővel rendelkezzünk, a terep kialakításához szükséges eszközökkel, hiszen ez például eddig nem volt még meg a megyei szervezetnél, de látjuk, hogy erre óriási szükség van, hiszen az időjárásnak ki vagyunk szolgáltatva egy kivonulás alkalmával, tehát föl kell készülnünk hidegre, melegre, szélre, esőre, jégre, hóra, fagyra, és ennek megfelelően kell bővítenünk az eszközparkunkat. A résztvevők a projektzáró rendezvényen elmondták, az egymásnak átadott szakmai tapasztalatokat az elmúlt 4 évben rendre hasznosítani tudták, így a 4 oldalú partnerséget a jövőben is folytatják.